Ugye a Mezőkövesd ellen kerültem vissza a kezdőcsapatba újra. Ott még azért éreztem, hogy előtte egy hónapot nem játszottam, de szerencsére a csapat azért tudott nyerni egy nagy fordítás után. Ugye a második fél az nagyon jól sikerült. Utána volt a debreceni mérkőzés, ott szintén játszottam ugye végig. Ott tényleg jól ment a csapatnak a játék, de ugye csak egy pontot sikerült szerezni. Igazából én is meglepődtem, ugye, hogy bekerültem a csapatba, nem azért, mert nem teszek meg mindent az edzésen, hanem hát ugye előtte egy hónapig nem igazán játszottam, sőt keretbe se voltam, de örülök, hogy játszottam, és hát a legfontosabb, hogy a csapatnak jól ment, és azért eredményeket ért el, igaz, hogy 4 pontot, de úgy gondolom, hogy nem elég ez a 4 pont, de azért jobb, mint a semmi. Ugye a következő mérkőzés az a Paks elleni lesz, itthon játszunk. Hogyha sikerülne megverni őket, akkor meg is tudjuk őket előzni. Jól tudom, 16 pontjuk van, nekünk meg 14. A paksi csapat ugye az egy mús nekünk, de én bízok benne, hogy itthon tudjuk tartani a 3 pontot. Paks tényleg szervezetten játszik mindig. Támadó futballt játszanak, de nagyon, nagyon szervezettek hátul. Nehéz őket megbontani. De ugye mi itthon játszunk, újra jöhetnek a nézők, kilátogatnak, ami nagy segítség számunkra, úgyhogy bízok benne, hogy egy nagy szurkolással tényleg mindenki belead 100%-ot, és sikerül nyernünk. Szerintem a siker titkolja, hogy nálunk legyen a labda azért a legtöbbet, ugye mi tartjuk a labdát, és fontos, hogyha olyan helyeken szerzünk labdákat, akkor fejezzük be a támadásainkat. Nagyon sok beadást kellene csinálnunk a mérkőzésen, ugye azért a csatáraink magasak és jól érkeznek. Úgyhogy én ebbe bízok elsősorban. Viszont vigyázni kell a Paksra, mert nagyon jó kontráznak. Vannak veszélyes játékosaik, úgyhogy, de csak magunkkal kell foglalkozni a mi játékunkkal, és akkor sikerül a 3 pont. Felállásról még nem, ugye szerda van. Ma meg a hónapi nap azért nagyjából már ki fog derülni, hogy ki lesz a kezdő csapat, vagy mi lesz a kezdő csapat. Ugye még a válogatott játékosok nem biztos, hogy ma, de hónap már vissza fognak érkezni. Azért úgyhogy inkább csütörtök, de lehet, hogy péntek este tudjuk majd meg, hogy ki fog játszani. Tavaly 15 pontunk volt, most ugye 14-et szereztünk, de én úgy érzem, hogy nagyon sok új játékos érkezett. Ez a 11 fordulat azért már összeszokott a brigád, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a második körben több pontot fogunk szerezni. Jó lenne egy olyan 20-21 pont körül. Persze ebbe kellnek a bravúrok is, de hogyha el akarjuk érni a céljainkat, akkor muszáj ennyi pontot elérni. Ugye most, ha jól tudom, még 8 meccs van vissza a téli szünetig. Én bízok benne, hogy sikeres lesz a csapat. Ha jól tudom, most több meccset is játszunk itthon, mint az első körben. Úgyhogy én bízok a csapatba, meg mindenkibe, úgyhogy reméljük, hogy jól fog sikerülni.